Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Acum oferte diversificate de hoteluri de 3, 4 sau 5 stele. Plecări cu zboruri directe din Cluj-Napoca pentru Creta, Zakynthos, Rodos, Antalya și Palma de Mallorca. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și de lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12, telefon 0265-512-008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Üdvözlöm a Városkép nézőit! Az életről általában beszélni nem igen szoktunk. Legtöbbször egy-egy konkrét megoldásra váró probléma, vagy megtörtént esemény az, amiről szót tettünk mindennapjainkban azokkal, akikkel még van időnk egyáltalán néhány gondolatot kicserélni. Ezért ma esti vendégemmel az életről általában szeretnék beszélgetni. Nyilván, mint minden gondolatváltás, a ma esti is magán hordozza az egyedi és egyéni életlárás jegyeit. Nem pszichológiai szakembert, hanem egy olyan sokoldalú egyéniséget kértem fel erre a beszélgetésre, aki megfontoltan, következetesen és bölcsen lépte meg az élet nagy kérdéseit, és aki élet példája révén olyan igazságokat fogalmaz meg, melyre nagyon sok ember képtelen, miszerint pozitív hozzáállással és jól kiszámító lépésekkel folyamatosan lehet fejlődni az életben. Üdvözlöm tehát vendégemet, Kincel Lajos matematika tanárt, üzletembert. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a esti beszélgetésre. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen kellemes a nyári estén talán jó megállni egy picit, és egy kicsit úgy beszélni arról, ami a mindennapi témánknak nem igazán veleje. Panaszkodni szoktunk, és olyan dolgokról beszélni, amik átsiklanak fölöttünk, és ami nagyon lényeges, hogy önmagában az élet tartalma az nincs. Egyáltalán nem, hogy nem jön szóba, hanem nem tudjuk élvezni magát az életet. Matematika tanárként ismertelek meg több mint 2 évtizede, és valahányszor sikerült szóba jönnünk, tehát beszélgettünk, mindig éreztem azt, hogy a matematika nagyon is meghatározza az egész egyéniségedet, sőt, egész életlátásodat. Mivel magyarázod ezt? Estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hát igen. Talán majdnem mindenki matematika tanárnak ismer régenben. Mondjuk ez a népszerűségemnek nem biztos, hogy mindig jó, mert nem mindenki matematika kedvelő, sőt, sajnos egyre kevesebben vagyunk, akik kedvelik a matematikát, úgy tudom, hogy te kedveled, úgyhogy hála Istennek, hogy még vagyunk. De mondhatom mindenkinek, aki kedveli vagy nem kedveli a matematikát, ha mégis az ember tudja, ha kedveli, nem, az sokat segít. Tehát diáknak többször elmondtam, mikor kérdezték tőlem, természetesen félig meddig humorosan, hogy milyen pályát válaszok, azt mondtam nekik, hogy bármit, ahol szükséges a matematika. Ez most nem azt jelenti, hogy a matematika használt emberek érvényesülnek,
mindenki érvényesül, ahogy tud, de segíteni segít. Én azt hiszem, hogy nem csak mondtam, hanem talán néha bizonyítottam is, hogy tényleg a matematika által tovább lehet jutni. Tehát sokat használom mai napig, ha kellene, hogy már nem vagyok a katedra lett minden nap. Igen, ahogy megfogalmaztam én is, hogy az életlátásodat formálta, azt hiszem, hogy a matematika, illetve az életlátásod a matematikai készségeidet. Én azt mondom, hogy az emberi minőséget nem hogy rúgja az valaki matematika tanár, hanem sőt, szerintem az, aki nem tudja matematikát, még nagyobb tisztelettel tekint egy matematika tanára. Én így gondolom, lehet, hogy mások másként vélekednek. Hogy a matematika iránt kötelezted el magad, ugye a pálya kezdetén, ez mivel magyarázható, vagy mi motivált téged erre, vagy mennyire a család támogatott, hogy ilyen irányba mozdulj? A család nem támogatott, édesapám mérnökre vágyott, tehát nem nézte épp jó szemmel, hogy én a matematikát választottam. Én is vacilálódtam, mondjuk, mert 8. fizika olimpiászon voltam, 10. kémiai olimpiászon voltam, megyei szakaszon. Kipróbáltál mindent. Tehát azért csak a reál berkekben. Nyilván. Tehát, és végül is 12. már eldöntöttem, hogy a matematika marad. És miért? Az a tantár állt hozzám legközelebb. Mondjuk a fizikát hasznosabbnak láttam én abban az időben, tehát lehet, hogy az is. Mondjuk a fizika is félig meddig matematika alapokra alapszik, de megtörtént, hogy épp egy gyengébb tanár miatt nem tudtam annyira jól a fizikát, nem értettem olyan jól meg, nem éreztem magam elég erősnek, és akkor inkább a matematikát választottam. Érzed te is, aláírod te is, hogy a tanárnak a döntő szerepe van a gyerek orientációjában, akkor, amikor bizonyos tantárgy elkötelezi el magát? Nagy szerepe van. Nagy szerepe van. Tehát tanárként is megerősítettem. Ezért a tanároknak nagyon nagy felelősségük van. Van, akik érzik, van, akik sajnos kevésbé érzik, hogy mennyire felelősek vagyunk a gyermek jövőjét. Jövőjét, így van. Gondolom, mint minden fiatal, neked is nehézségeket kellett meglépned, és nem keveset mindaddig, amíg megtaláltad a helyed, és nem csak a helyed, hanem talán azt a várost, azt a létközösséget, ahol jól érezted magad, mint matematika tanár. Erről hajtenél egy néhány szót? Én nem tartom nehéznek, szerintem egészen egyszerű volt, mert én 83-ban befértem az egyetemet, 100 régen kaptam a kinevezést. Ez hogy történt, hogy valamilyen vizsga révén, vagy itt volt üres hely? Tehát országos kihelyezés volt, tehát interfonon tartották a kapcsolatot a városok, nem volt csak 5 városban matematika szakabban az időben, és akkor média sorrendben, 1-2-3, és ahogy jöttünk, mondjuk a felénél egy picit följebb voltam, és akkor még volt esélyem, hogy elkapjuk egy kisebb várost. Én azért tettem fel ezt így a kérdést, mert tudom azt, hogy nem innen származol, és hogy neked tulajdonképpen itt kellett meghonosodnod, hogy ez neked mennyire okozott nehézséget elválni az otthon, a régi otthontól, nem oda kerülni vissza, itt lenni új otthonra. Hát mondjuk ezt példának is mondhatom a fiataloknak, hogy 2 bőröndel jött régenben. És most, ha elköltöznék, valószínűleg több lenne. Így van. És 2 bőröndel egyetlen embert nem ismerve én. Itten a régi hotelben laktam 2 hétig, ameddig 15-én megkezdődött az iskola. Lehúztam 4 évet az egyes liceum internátusába. Tehát egy kicsi szobácská, nem, egy kicsi szobácskába laktam. Tehát természetesen matematika tanár ott voltam. Igen. Tehát közel volt a munkahelyem, mert az iskolában laktam. Az iskola bent lakását. És aztán lassan. Azt hiszem, a nevelő szerepét is egy kicsit ott átvehettem. Hát ha akartuk, ha nem találkoztunk, nyilván, a diákokkal a folyosón. És ez lelkileg okozott-e? Tehát egy matematika, egy reálszakos embernek, ez lelkileg okoz-e valami fajta traumát? Egyáltalán. Beilleszkedni egy vadidegen közösségbe? Egyáltalán. Ezt köszönöm a régenieknek, hogy befogadtak valószínű, de nem úgy. Biztos akkor picit nehéznek tűnt, de nem találtam hidegnek a régi embereket, közösséget. Említést tettünk már arról, hogy a tantár szerete az összefügg a tanár mienségével. Szerinted milyen egy jó matematika tanár? Ha,
hát mint minden tanár két méren áll, tehát tudni a szakma, maga matematikát, és ugyanakkor pedagógusnak is lenni. Hát hiába tudjuk, ha nem tudjuk továbbadni. Tehát nagyon fontos, hogy tud továbbadni. Talán lehet még egy picit fontosabb a diáknak, hogy tud továbbadni, mint hogy te tudod, vagy sem. Igen, valószínű. Igen. Hát néha talán van is példa rá az életben, hogy sokkal többet sikerül átadni, mint amennyit talán birtokolunk empatikusan és másfajta ráérzéssel. Sokszor gyermekek ráéreztek, igen, tanárul értem. És én csodálkoztam, hogy érti, mert talán nálam még ott tenni, hogy 80%-ban értettem, amit mondtam. És a diák megértett, én büszke voltam magamra, hogy mégis megérti. Igen. Kevés szóból is megértették azt, amire rá akartál világítani. Több éves tanári tapasztalatod révén kérdem, hogy hogy nyilatkoznál a diákok matematika iránti szeretetéről, érdeklődéséről? Hát attól függ, hogy kire gondolunk. Hát talán egy szerencsés esetben voltam, hisz csak matematika, fizika, aztán matematika, informatika osztályokban tanítottam, tehát miért sem találkozni régen meg a jó tanulóival. Tehát jó tanuló, nézzük most matematika szempontból. Nyilván. És nagyon élvezetes tanítani azokat a diákokat, akik érdeklődnek matematika iránt. Tehát még ezelőtt 5 évvel is nagyon jól esett, mikor nagy szünetbe diákok, de ez tanár hogy van, de ez miért van így? Tehát nem mentem a tanáriba, mint a többi kolléga, hanem ott maradtam ők szünetbe is, és úgy haveri alapon áll, így is, többet húzogattuk a vonalakat a táblán. Tehát baráti kapcsolat. Baráti kapcsolattal átadni nekik, azt hiszem, nagyobb élvezet nem kell. Igen. Egy kis szünetet tartunk, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Fabrica de preparate din carne a societății comerciale Prodpex Monica Serele produce și comercializează prin magazinele Miro din cartierele Unirii Bloc 19 și Rodnei Bloc 20 preparate din carne de pasăre, porc și vită, pregătite și afumate ca la mama acasă. Tot aici găsești carne proaspătă, cărnați tradiționali, afumături și paste de mici. Nou, produse cruduscate marca Miro. Miro. Calitate înainte de toate. Reghin, strada Pandurilor, numărul 136, cartier Unirii, bloc 19 și Rodnei, bloc 20. Miro. Calitate înainte de toate. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale.
Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Esti vendégemmel, Kincz Lajos tanárúrral az életről beszélgetünk úgy általában, és mindeddig a matematika iránti elkötelezettségéről esett szó. Örömmel hallottam, hogy meg tudta erősíteni azt, hogy vannak azért olyan diákok, akik kedvelik a matematikát, és olyannyira érdeklődnek, hogy még szünetre sem engedték tanárurat. Talán még a matematika kapcsán még azt megkérdezném, hogy miért ösztönöznéd ennek a tantárnak a jól elsajátítására, nem feltétlenül a szeretetére, de a jól elsajátítására a mai diákokat? Hát talán azért, mert szükséges. Tehát matematika nélkül a fejlődés nem jutott volna oda, ahol van. Tehát körülbelül 200-300 évvel is vannak matematika felfedezések, hogy a fizikusok később értettek meg, hogy mire is jó. Tehát elismerem, hogy a matematika sokszor absztrakt vagy túl elméleti. De később rájönnek az emberek, hogy jó valamire, és akkor tudományilag fel tudtak használni. Tehát most nem térünk ide, számos példa van fizikából, kémiából, biológiából, ami matematika nélkül nem jutottunk volna tovább. Tehát talán az orvosi irányzat is, az informatika. De inkább felkarolja. Tehát valószínű, hogy gépek nélkül már egy komolyabb beteget nem is tudnak már kezelni, meggyógyítani, tehát és oda már mind informatika szükséges, matematika szükséges, ugye a gyógyszerek adagolásánál is, számításoknál, tehát Igen. Szerintem próbálnak az emberek menekülni a matematika elől, de előbb-utóbb utoléri őket, csak a jó paszba kapja őket, tudják a matematikát, akkor tudnak tovább lépni, ha nem, akkor jön egy más valaki. Egy kérdésem van, hogy te is látod egyáltalán, hogy az éleslátást és a racionálisabb gondolkodást segíti a matematika, vagy valahogy azt helyezi előtérbe? Hát maga a térbeli látásunkat. Tehát a térbe ugye be tudunk képzelni egy házat, be tudunk egy bútort a szobába képzelni, tehát nem veszünk egy nagy bútort, mint hogy befér a sarokba, ugye? Tehát most csak ilyen nagyon leegyszerűsített dolgok, de azért a térlátásunkat, ami nagyon zavar, hogy főleg a középiskolából egyre próbálják kivenni a mértant, épp az, ami mondjuk legjobban segít nekünk a mindennapi életbe, valószínű nem oktalanul. Egyesek tudják, hogy miért kell kivenni. Igen. Tehát, hogy még lejjebbúszunk bizonyos téren. Igen. Nem lehet tudni valóban, hogy mi áll a dugháta mögött. Egy befutott tanári karriert hirtelen lezárva, kiléptél a tanügyből az üzleti életbe. Miért? Nem volt épp hirtelen, tehát mint ahogy az egyetemet is párhuzamosan végeztem, tehát az egyetemi évek alatt még jártam fotókörre, az egyetemi ház egyik fotósa voltam, tehát meccsekre, koncertekre, mindenhova jártam, kiállításaim is voltak. Fotókat készítettél sorozatosan, igen? Kiállításaim is voltak, egyetemista koromban, ilyen országos fesztiválokon is részt vettem, egyszer Bukarestben, egyszer Nagybányán. Igen, hogy tudtál már is olyan dolgokat is mondani, amiket nem tudtunk. Tehát rólad. Mondjuk ez a fotó ugye, és a matematika, ez mindig nálam párhuzamosan futott. Talán ez volt a nagy sikerem is, ami mondjuk én sikernek könyvelem el, amit eddig elértem. Hisz ugye, amikor jöttek a pixelek, jöttek a digitális fotók,
akkor nekem egy bal és egy jobb kezem volt, az egy tudtam a fotót, a másik a matematikát, vagyis az informatikát, és ez volt mondjuk nekem egy kicsit nagyobb szerencsém, mint más fotósnak. Képviselőnyben voltál. Igen. Ez így alakult, teljesen én nem így akartam, de ha így alakult a világ, nekem ez most pont. A hobbit volt kezdetben a fotó. Hát a fotó az volt a hobbit. És gyakorlatilag te tudtál lépni, meg tudtad lépni a szakmai elkötelezettséged hobbid irányába. Ez egy határozott döntés, ehhez, hogy mondjam, egy nagyon komoly döntés kell. Nem vaciláltál ezen? Nem, most is maradt hobbim, most a matematika hobbim. És ezt úgy képzeljük el, hogy akkor otthon még matekezel időközönként? Hát úgy néha-néha van. Tehát belebújunk, a fiam állam dolgozatánál is, ott még egy kicsit jöttem, mentem, nézegettem. Hát akkor nem tette teljesen félre matematikát. Tehát... Én is úgy érzem, hogy az nem fog tudni levetkőzni. Az erdélyi matematika társaság még mindig küldi a méleket, tehát tudom, hogy mi hol történik, milyen versenyek, hol. Lépést adtasz az újdonságokkal a matematika terén. Még nem mondtam le, még hobbinak jó. És azt, hogy miért váltottál mégis? Mert szép a tanári pálya. Erről nem kell meggyőzzelek. Nem. Hogyha fiatal lenni, talán szintén azt választanám most is. Most is. Tehát ha pályát nézzük. Tehát ha mostani rendszert nézzük, a tanügyi rendszert, akkor talán nem. Talán nem. Igen. Valószínű, hogy egy válasz is. Anyagi okok is bejönnek ilyenkor, amikor az ember dönt? Nem. Nem? Tehát nálam a pénz, az anyagi dolgok valahol, azok alakultak, soha nem nagyon érdekeltek. Természetesen a jó irányba alakultak, de nem ez volt nálam soha sorsdöntő. Nem tértem át a matematikáról a fotóra gazdasági okokból. Tehát mondjuk azt, hogy családi okokból. Mert mint matematika tanár nem tudtam volna teremteni még munkahelyet másoknak. Gondolok a családomra. Igen. Az alkalmazottaim. Hát akkor már is itt van a kérdés, hogy mit jelentett számodra, illetve a családod számára ez a váltás, hogy nem történt egy törés, mégis a családi harmóniában, hogy kiszakadtál az iskolából, és egy egészen újba, ismeretlenbe, talán feltérképezetlen területre léptél. Mint mondtam, párhuzamosan volt nálam mindig, tehát... Egyszerűbb alaktam a kisebbik fiam, tehát ültem a tanügybe. Te megláttad, hogy távozzanak az iskolából. Igen, tehát addig ültem a tanügybe, még ők is. Tehát pontosan azért, mert ugye a tudás és az iskola is fontos. Igen. Tehát, és követni akartad a lépéseiket. Természetesen. Igen. Maradtam, míg ők maradtak. A kuka nyilván, igen. Tehát akkor számukra nem volt ez egy trauma, hogy akkor... Apuka már nem matematika tanár, és nem dolgozták fel tragédia szinten. Mert mondtam, a hobbim irányába húztam el, ami nem tudom, hogy kit zavar az ember a hobbi felé. Hobbiává vált családok tagoknak is, vagy mennyire tudtak ők azonosulni azzal, ami neked hobbid? Részben igen. Tehát mindenki fotózik természetesen a családba. Megkedvelték, megtanulták. Tehát bármelyik tagnak odaadjuk a gépet, és folytatja a munkát, tehát nincs ezzel gond. Nem minden családtag egyformán, de... Nyilván. Nem is lehet elvárni. Vannak esélyek, hogy elhagyanak azért. Jó. Milyen legyen az az üzletember, aki sikeres akar lenni? Mert hogy azt mondod, hogy nem volt éppen cél, de úgy alakultak a dolgok, hogy sikeresen alakultak. Hát... És a városban tényleg sikeres üzletemberként ismer a... Hát pont ez az, hogy ne arra törekedjünk, hogy most csinálok valamit, hogy pénzt keresek. Azért csináljuk azt, amit szeretjük. És alkotunk valamit, tehát mondjuk... Tanár és kép különbség az, hogy a tanárnak ugye év sok tizedek után látszik a gyümölcs, ugye, és egy képet pillanatok alatt látod, hogy mit. Tehát én szeretetből dolgoztam, tehát nem azért dolgoztam, hogy karriert csináljak, vagy tehát magam örömet, munkát. Örömet leltem a munkámba, és most is látok. És akkor bárki elkezd, hát azt tanácsolom mindenkinek, hogy mindenki azt csináljon, amit szeret. Abba fogj bele. Ha nem szereted, kezdjél másba. De azért ez eléggé ingoványos út, hogy ide lépünk, s nem jó, és oda lépünk, nem jó, itt süllyedni lehet. Igen. Ha nem szeretjük, és nem tudjuk, akkor igen. De ha határozottan szeretjük, és tudjuk azt, amit akarunk, akkor nem lehet süllyedni. Hát azért megkérdezném, én valakitől megkérdezném azt, hogy ide azért még mennyi szerencse is kell. Jó, mondjuk szerencsém is volt. Jó. Tudom, hogy a családod ugye bevontad a vállalkozásba. A fiúkat
kellett külön motiválnod, hogy részt vegyenek a munkában, a családi vállalkozás munkájában? Hát mondjuk ők belenőttek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy 2 éves korban már nyomták a fehér-fekete képeket a vegyszer alá, és nézték, hogy hogyan neki a képek. Természetesen 2 éves gyermek azt nagyon élvezi. Élvezték, igen. És akkor úgy lépésről lépésre ők nem vették észre, hogy belenőttek, mert hát ezt látták. Tehát különösebb erőfeszítésedben nem került az a fiúk a megszerettest, ugye ezt a számodra kedves hobbit. Ők, most nem mondom, hogy ez most nekik a fő hobbiuk, de... De megtanulták, és mégis egy tudás pluszban. Igen. Hogyha lenne ilyen apuka, aki mindenképpen azon igyekezne, hogy a fiát, a gyerekét belenevelje abba, amit ő már virágzóan művel, hát mit kéne tegyen? És esetleg a fiú nem szeretné ugyanezt. Ugye a nagy cégek, ha visszanézünk, nagyon nem nálunk, mert nincsenek ilyen régi múltú cégek, de régi cégek, hát az kb. 3-4 generáció alatt alakulnak ki. Igen. Talán nálunk volt az, hogy egy generáció alatt felfejlődött egy-egy valaki bizonyos szintre, tehát ez azért apáról fiúra azért az asztalosok is átadták, tehát ez mondjuk nem most találtuk mi ki, nem, de jó. Jónak lenne. Lehet, de erőszakkal is akár nem. Odafogni a gyermeket? Nem, nem. Az előbb mondtam, nem hogy azt csinálja, amit szeret. Igen. Tehát ha nem, akkor nem. Tehát úgy, mint apa és fia, én erre gondoltam, hogy már pedig fiam, legyen ott a szakmai tudásos, ha nem is szereted, akkor is tudjad. Nem. Könnyebb mind a kettőnek, tehát apának is, fiúnak is könnyebb, de ha nem szereti, akkor semmi esetesen, akkor elhúzhat egy egész más irányba. Igen, hát érdekes dolgok. Az üzleti életben is megvannak a kis ilyen olyan fondorlatok és taktikák, de én most nem erről kérdeznélek. A nemzetiségi hovatartozásodat illetően te hogyan nyilatkoznál? Mert hogy azt tudom, hogy a vidék, ahonnan jössz, már vegyes, és akkor te magad is erről már nyilatkoztál, hogy... Hát igen, nagyon... Egy picit megosztottak téged. Németországban még mondják, hogy komis. Tehát, hogy komikus, ugye, hogy megkérdik, honnan jöttél Romániából. Igen, és mi a nemzetiség? Hát német. És hogy beszélsz? Hát magyarul. És akkor gondolkoznak, hogy ez a hova komi. Tegyik? Ez akkor mi? És ez egy történelem így adta, ugye. Tehát, hogy 1712-ben, tehát ősei Németországból elvándoroltak akkori Magyarország területére. Ezt így felkutattad a családfában? Igen, igen. Épp a tavaly volt 300 éve, és ezzel a 300 éves évfordulóra én is a családomat megleptem egy ilyen próbálkozással, hogy találkozunk. És természetesen a családnak már egy nagy része visszament Németországba, vannak Magyarországon. Tehát Szatmár környéken telepedtek meg az ősök. Hát mondjuk azt, hogy Szatmár megy és Svábok, és akkor összegyűltünk olyan kb. 150-en. Ez igen. Egy kicsi családi összejövetel volt, ami a szülőfaluba természetesen. És mennyire időigényes és energiaigényes volt hát ez a... Hát körülbelül olyan egy évig. Egy évig kerested egy évig, és kutattad a... beszélgettem a rokonokkal, hogy mikor, hogy hol lehetne, és akarnak-e találkozni. Mondjuk a családfát azt egy 5-6 évig mind kutatgattam, sőt, még Amerikából is innen-onnan kaptam leveleket, tehát onnan is akart volna jönni, csak a 70 éves bácsi már nem tudott eljönni. Érdekes, így kutatás közben felfedeztem sok mindent, tehát ugye a bácskai, a budapesti, a zaradi, temesvári sváboktól, tehát elég nagy számban jöttek el, meg voltak az oka, ez most egy történelmi óra lenne, hogy miért jöttek ide, meg volt az okuk, tehát jó tették akkor abban az időben, hogy idejöttek. 1780-ig, még 1780 után is jöttek, és mindjöttek, jöttek, megtelepedtek, akik megtelepedtek, van, akik visszafutottak, visszaszöktek. Később. Akkor később, és aztán egy olyan 200 évig probléma nélkül itten nagyon elszaporodtak, tehát van 10, kb. 6-10 gyermek volt családunként, tehát elég kemény községek alakultak. Akkor a kutatás alatt közben részt vettem egy-két konferencián, akik a svábok deportálásával foglalkoztak egész Európa területéről. Elég nagy számba vittek ki embereket Oroszországba, mint civileket. Tehát most mi nem beszélünk a hadifoglyokról, akik mondjuk megtörténik háborúk alatt, igen, de az ártatlan civileket, nőket, férfiakat miért vittek el? Tehát mi szeretnénk
Tehát, és milyen irányba vitték őket? Oroszországba. Oroszországba? Az Urálhegység, szénbányák, stb. Munkára? Munkára. Olyan munkára, hogy voltak 100 kilós emberek, hazajött 40 kilósan, tehát ennivalót nem kaptak, a zöme meg is halt. Kisajtolták az energiát belőle. Emlékművek annak Nagykárő környéki temetőkbe, és még nem csak Nagykárő környéki, máshol is, mondjuk azokat jobban ismerem. És mi szeretnénk, ez a, egy ilyen európai projekt, hogy kerüljenek be a történelemkönyvbe ezek a dolgok is. Tehát Bájleckét, ugye másokat is elhúzoltak, azokat mind tudjuk, de hát ezeket az ártatlan emberek. Talán mindent még onnan sem. Csak Nagykárő környékéről, hogy szám szerint 5000 embert, te kell csak egy kis településről. Igen. És az nagyon sok, tehát nagyon sokan ott maradtak, és mondjuk ez... Többnyire nem családapákat? Férfiakat? Nőket is. Nőket is. Családanyákat is. Ott maradtak. Ja, Isten. A nagyobb gyermek vigyázott a kisebbekre, és a nagytatás nagymamas. Mm. Tehát nagyon árván ott maradtak. Tehát, tragikus sorsak. És valószínű, hogy ez volt egy oka, hogy utána visszajöttek Oroszországból ezek a német, magyar nyelven beszélő emberek. Igen. Akkor letagadták, azt mondták, ők nem németek. Tehát, hogy nehogy még egyszer oda kerüljenek. Igen, igen, igen. De most azért nagyjából nem azért fogyatkozott meg a számuk, mert visszament a Németországba, gondolom, nem? Hanem azért, mert egyre elnéptelenedett a falu, egyre inkább keresett gyerek született. Hát jó, mindenhol a falu elnéptelenedett, itt is, nálunk is, vagyis ott is, itt is, különben régen környéken is, hogy elnéptelenedünk falun, de... zömében még ott vannak, tehát települések, most pillanatnyilag Romániában a legtöbb német eredetű, nem mondja Majkó, ugye, mert már a nyelvről arról beszélhetnénk, de német eredetű ember legtöbb Szakmár megyében lakik most pillanatnyilag. Igen. Tehát csak 6 helységnek német nemzetiség a polgármester. Tehát akkor egész, még komoly közösségek egész Romániában van még vagy 3, ugye Klaus Johannes, nem tudom, hogy polgármester vagy nem az, de van. Ugye van még azt hiszem 3, s 6 otthon. Tehát úgyhogy még ápolgatják. Érdekes a te helyzeted is, ahogy mondod. Ezek szerint te valamikor németül beszéltél kisgyerekként, aztán azt tudom, hogy román iskolába jártál, kicsit erről hazolnál. Hát igen, tehát édesapám még német iskolába járt, nagyszüleim még beszélték a nyelvet. Édesapámmal próbálták elfelejtetni, velem már kevésbé beszélgettek. Egy olyan picit vegyes, tehát ugye volt azért, sváb szavakat használunk most is, használtunk, de próbáltak azért inkább elmagyarosítani. Igen, és részben sikerült talán. Anyukád is sváb? Igen. Igen. És az iskolában azt mondtad, hogy azért adtak a román iskolába, hogy valaki már tudjon a családból jól románul, vagy valami hát, ilyesmi? Igen, igen. Tehát mondjuk legkevésbé románul tudtak a faluba. Tehát svábul még tudtak, magyarul beszéltek. Románul kevés román volt. Voltak, ilyen román volt, de ők is inkább ilyen félig román, félig magyar. És az úgy családod beszélt. Révén jelenleg magyarul. Igen. Magyarul beszélsz. Magyar anyanyelv. Hát inkább a fiaidnak az anyanyelve. Igen, hát visszatérek egy picit, mert legtöbbször azt tudjuk, hogy ha valaki üzletember, akkor a saját, és azt így fogalmazzák meg az egyszer emberek, a saját malmára hagyja a vizet, és ez logikus, így normális talán, külső ember szemvel. Ennek ellenére én azt tudom, hogy nem az önző üzletemberek módjára élsz, hanem nagyon sok közösséget támogatsz, és tagja vagy többnek, ha ezekről egy picit beszélnél. Hát igen, tehát hogy az üzlet fejlődhessen, szükség van tőkére. Tőke nélkül semmilyen üzlet nem fejlődhet. Tehát ez normális, haszon nélkül nincs biznisz, tehát ezt nem nonsense, én találtam akkor, ki, hanem ez nem működik másképp. Tehát természetesen, hogy kell törekedni, hogy egy tőkét mindig legyen bármilyen alkalom. Tehát jön egy rossz törvény, és minden elmehet, hogyha nem vagy figyelmes. Tehát természetesen a tőkét azt kell halmozni, amennyire lehet. Hát emellett körül kell nézni. Tehát én még szoktam így viccből mondani, hogy én szeretném, hogy annyi pénzem legyen, mint most, de én legyek az utcában a legszegényebb, vagy a
várospalackot. Elég szép gondolat. Nem zavar engem, a szomszédom sokkal gazdagabb egyáltalán, mert az nekünk jó lenne. Tehát mindenki, ha így gondolkozna, akkor jó lenne. Tehát legyen a szomszédnak többi nekem. De nekem ne legyen kevesebb. Motiválna téged, hogy még kevesebb. Természetesen, annak idején véletlenül, vagy nem véletlenül, oda kerültem a Német Fórumhoz, őket is, amelyikbe tudom, támogatom, de a támogatás azt hiszem, hogy jogos, hisz a német állam is támogatott engem. Tehát már az 5. projektemet apróbálták. Ugye, oda pályáztál többször? Igen. Tehát ugye nem voltam én épp olyan nagyon ügyes, de mondjuk, hogyha egy kicsi német pénz még hátulról támogatott, most már nem ingyen adták. Tehát vissza kellett adni. Az ügyesség abban rejlett, hogy te tudtad, hogy azt meg lehet célozni, igen, és meg is célozod. Vállaltad, hogy megcélozod. Igen. Tehát 100%-ban visszaadom a kölcsönt, amit adnak, csak nincs kamat, és nincsen rizikó. Ez egy jó lehetőség. Na, én azt mondom, hogy nagyon emberséges támogatás. Szép. Csak ott természetesen, hogy nem csak magamnak gyűjtök, tehát ha valaki segített, én is próbálok segíteni. Tehát természetesen utána 10 évig vezettem a Német Tánccsoportot a Német Fórum keretén belül. Sokszor voltunk Németországban, Ausztriából, ugye, tehát ott egy kicsi táncmunka mondjuk, de az megint egy olyasmit csináltam, amit szeretek, tehát táncolni is szeretek, tehát nem azért csináltam, hogy csak muszáj, hanem élveztem is. És természetesen MyFest-kor még, tehát képeket, bannereket, ezt-azt még természetesen, hogy támogattam a Német Fórumot. Ugyanakkor támogatok egy másik alapítványt, a Máncián alapítványt, a Katolikus templom mellett működő, ahol a tehetségesebb diákokat támogatjuk. Díjazni, igen. Vagy díjazunk. Igen. Hát a többi munkáidra is még visszatérünk, de a reklám után köszönöm szépen. Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere, 1, 2 sau 3 locuri, plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Rei din Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Nu ratați promoțiile Evola Center. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Caută și citește ultimul număr al revistei Regnul Nostru. Prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Regnul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.regnulnostru.ro. Respectă-ți frumusețea și bucură-te de cele mai bune servicii de înfrumusețare oferite de Salonul Tonica. Estetică, coafură, frizerie sau manicură, pedicură sunt doar câteva din serviciile de top oferite de noi la Salonul din Bulevardul Unirii, blocul 2. Salon Tonica. Respect pentru frumusețe.
liber să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Kincel tanár úr sok érdekességet mesélt, olyan dolgokról is beszélt, amiket ugye nem volt, ami onnan tudjunk, svábok deportálásáról, meg egy olyan családi találkozóról, amit ő magának is került összehoznia, mert hogy kíváncsi volt bizony a rokonságára, én így gondolom, és szerette volna őket együtt látni. Ezekről az élményekről, ha egy pár gondolatot megosztanál. Hát mondjuk az élmény az a családi találkozó volt, ugye, tehát 150 embert egy családba, és mindenki ugyanazon a néven, tehát elég nehéz összehozni. Talán hogy fogadták a kezdeményezést? Hát egy pici huncutság azért volt bennem, tehát egyszer felhívtam egyik unokatestvéremet, aki most a jelenlegi alpolgármester, szintén Kincelősnek hívják, mondtam, hogy mi a véleménye, nem találkozunk, nem rendezünk egy Kincel találkozót? Ma dehogy nem. Jó, akkor mikor már a harmadik unokatestvéremet felhívtam, akkor mondtam, hogy egy néhányal már beszéltem, az nem volt éppen néhány, és jönnek. Igen, elválaszol. Biztos te is igen, elválaszolsz. Természetesen, amikor már hárman voltunk, ugye, akkor már negyedik, még merészebben voltam, és így tovább, és aztán, mikor már 10-15-ön visszajeleztek, hogy oké, jönnek, akkor természetesen már akkor elég határozottan léptem fel a többieknél, hogy mi már majdnem mindenki jön, te nem jössz. Ilyenkor a teljes család összegyűlt, igaz? Mondjuk, tehát talán minden tagja. Édesapám mondjuk volt 9 testvére, és akkor én minden családból ugye felhívtam egyet, amelyiket gondoltam én, hogy receptívebb és besegít, és mondtam, hogy na, azt a részét te intéled. Te hívott fel. Tehát nem volt meghívó, tehát pont azért nem volt, hogy nem én hívtam. Tehát minden csak családból, én csak indítványoztam, és akkor minden ágnak megmondta maga a hol sikert szereplője. Ezt összehozni? Hol és hogyan? Tehát volt egy nagymama, egy nagytata háza valahol, ahol nem, találka a helye volt a kultúrotthon? Hát a községi kultúrotthonában természetesen előtte egy szentmise, az elhalt hozzátartozókért. Béreltünk kultúrotthont, zenészeket, disznót vágtunk. Tehát már megadtátok nappal, a módját. Ja, tehát úgy, ahogy illik. Egy komoly bulizás lett a találkozóban. Gyakorlatilag összemelegedett újra a rokonság, hát igen, a család, most a nagycsalád. Augusztus 18-án volt a tavaly, és ahogy váltunk el, felkérdezték, ugye jövőre megint lesz. Elvárják. Hát mondtam, hogy természetesen, ha lesz, a ti is akarjátok, se rendezétek, most ti. Én egyet elindítottam, most így csatok ti egyet. Amúgy a sváboknak szokt lenni ott azon a vidéken valami konkrétabb rendezvényük, valami szövetségen belüli valami hasonló? Igen, tehát mint hogy ugye mi itt 100 ember tudjuk a szászokkal a kapcsolatokat, tehát a Dinkelsbühlbe, én is voltam jó néhányszor, tehát van a Dinkelsbühli Fesztivál, ahol találkoznak a világ összes szászai. Nem németek, hanem a szászok. Most pont úgy megvan a sváboknak is a találkozója, tehát minden két évben van itt Károly környékén, és minden két évben van Ulm, München, Stuttgart, attól függ, hogy kik rendezik Németországban. Tehát felváltva egyszer itt, egyszer ott. Igen, igen. Értem. Nálunk is úgy van, tehát tavaly például Csanároson volt, ott egy település a magyar határ mellett, de olyan mellett, hogy 1 kilométerre, és akkor ott van 2 sváb település, Vála és Csanáros, mind a 2 sváb település, és húzta közé egy határt, az ország határt. És akkor úgy volt a találkozó, mondjuk a tavaly, hogy nem a határon. Hogy átmentek Válaira, az majd már Magyarország területe, a Szatmár megyei püspök és az ottani püspök, és akkor átjöttek gyalog, mert hát 2 kilométer, és akkor átjöttek gyalog, és akkor folytatták itt. Szép zarádoklat. Igen, úgy érdekes volt, hogy 2 országban zajlott az ünnepség. És nagy létszámban megjelenek svábok az ilyen rendezvényeken? Hát lehetnének többen azért. Tehát tudomásotok van arról, hogy sokkal többen lehetnétek, de nem szerint, mindenki válaszol. Szám szerint sokkal többen vagyunk.
de nem mindenki jelenik meg. Hát ez legtöbbször így van más helyeken is. Miért fontos az, hogy a gyökereikhez visszanyúlva keressük így önazonosságunkat ott, azokon a helyeken, azokban a közösségekben, ahol a tevékeny részvételünkre is számítanak? Hát az elején kérdezted, hogy hogy tudtam beilleszkedni régen közösségébe. Tehát szerintem nagyon jó kell tudjuk, hogy hol a helyünk. Tehát, és ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, kell tudjuk, hogy honnan jöttünk, és milyennyire akarunk elhaladni. És ezért szerintem minden embernek fontos az. Tehát maga lehet, hogy nem értjük meg a másik embert, hogy miért viselkedik így, vagy miért úgy. Hát lehet, sokszor magunkat is értjük. Tehát azért fontos, hogy tudjuk, hogy hát honnan is jöttünk. Mert hát ugye a gének azok sokszor túlszárnyanak bennünket. És akkor kell tudjuk bár a gének, hogy milyen eredetűek, honnan jöttek. Most nem azért, hogy ez határoz meg az ember, de egy plusz, hogy tudjad. Ugye, tehát az orvosok azt mondják, hogyha mi a sejtjeinket ugye tudnánk kezelni, és tudnánk, hogy a sejtek mit csinálnak bennünk, akkor sokkal egészségesebb lennénk. Tehát ezért a gyökereket is szerintem elég fontos, hogy bár tudjuk. Van, hogy büszkék vagyunk rá, van, hogy nem vagyunk büszkék, de tudni azt, tudni, azt jól, hogy tudjuk, az jól így tudjuk. Van. A ráció emberének ismerlek, nem egy érzelgős embernek, és azért mégis ezt így szépen ilyen megfogalmazva úgy megnyugtat az, hogy azért a nagyon racionálisan gondolkodó emberek is azért milyen érző emberek, és fontos számukra az, hogy hova gyökereznek. Hát jó, Hofi, ugye a nagy Hofi valamikor megkérdezték tőle, hogy hogy bírja a feleséget. Hát miért te gondolod, hogy a benzinkutas kinyitja a szekrényt, és benzin folyik belőle? Hát ugye, nyilván ez ott hát a matematikus sem olyan kemény azért mindig. Ott az órán oké, okay, de aztán igen, a civil igen. Életben az már emberek vagyunk, nyilván. Tehát nem semmi gond. Jó. Egy olyan kérdést teszek el, amit nagyon ritkán a vendégeimnek feltenni, akkor amikor ilyen belsőségesebb a beszélgetés, vagy egy kicsit ilyen életközelibb a beszélgetés, hogy vallását gyakorló kereszténynek ismerlek. Hogyan vélekedsz a hit és a vallás fontosságáról úgy általában az életben, az ember életében? Tehát ugye a vallással szerintem minden ember foglalkozott. Van, aki hisz, van, aki nem hisz. Tehát ugye egy kérdőjel mindenkiben ott van. Most épp vasárnap, tehát ugye, hogy minden vasárnap, amikor tudok, nagyon ritka, hogy nem megyek templomot, tehát mindig meglátogatom a templomot, és részt veszek az emisén. Ugye mondta most is a vendéglelkész, aki épp bácskából volt, hogy vannak, akik hisznek, és van, akinek nem hisz. Van, akik nem hisznek. De egyik sem tudja másiknak bebizonyítani, hogy van, az se, vagy hogy nincs, az sem. Tehát ugye most kicsit matematikába, ugye mikor a limeszeket magyaráztam, hát a diákoknak, akkor magyaráztam azt, hogy ugye a limesz az tart a végtelenhez. Hát ennek most mi értelme? És akkor, hogy hát nem értjük a végtelent, akkor mondtam, miért Istent érted? Tehát hol van a végtelen, hol van Isten? Ezzel most mondjuk tudományilag is el lehetne szórakozni egy picit, ugye? Tehát hány ember azt mondott a végtelen? Hát mi az, hogy végtelen? Hát nem létezik. Hát létezik, mert ugye a világnak nincs vége. Hol? Itt egy fal, itt van a vége, és utána mi van? Tehát ugye a végtelen fogalmát is a kicsi vagyunkkal nehéz felfogjuk. Igen, igen. Hát ugye Isten is nehéz felfogjuk. Sőt, a matekkel keresztül könnyebben felfogjuk. De akkor én matematikusan azt mondom, hogy a végtelen is létezik. Tehát akkor Isten is létezik. Tehát meg tudom magyarázni a végtelen fogalmát. És pont a matematikán keresztül ragadtad meg. Igen. Hogy megköszönjük. Igen, és volt, mikor megpróbálgattam, hogy elmagyarázom. Sikerült ezt a családban is így ezt a hitvilágot ugye azért úgy átadni, megélni? Hát mondjuk szüleim átadták nekem, én is próbálkozom, mondjuk már nem épp annyira, nem olyan sikerrel, de az mondjuk nem az én hibám, gondolom, de épp mondtam is a plébános úrnak, hogy ne azt számoljuk meg, hogy hányan vagyunk a templomban, azt számoljuk meg, hányan vannak 20-tól 40-ig. Ugye, mert... Milyen szomorító. Tehát a kicsi gyermeket megfogják a kezét, beviszik a templomba, ugye, de ha már 20 éves, 30 éves, akkor már nem tudja apuka, anyuka bevinni, és akkor ez a sorsdöntő. Tehát régeménben akkor sikeres a vallásos nevelés, hogyha 35 éves ember templomba. Tehát ez most majd kiderül a fiaimnál. Egyenlőre még jönnek velem, de, és igen, a másik az, hogy nem azt mondjuk, menj gyermek a templomba, tehát ilyen nincs. Gyere, fiam, a templomba. Menjünk együtt. Na, tehát ez csak így lehet, tehát másképp nem működik. Igen, kevés az ilyen ember, tehát aki
üzletember, ugye, és elfoglaltságára hivatkozva helyet ad.